Jó. Szóval, sziasztok! 18. epizódnál járunk. Epizód. 18. Első évad, 18. Első évad, 18. rész, így van. Ja, itt vagyok, ragyogok, mint a fekete szurok. Játsszuk el akkor a parasztkantárt. Játsszuk el a parasztkantárt. Kicsit tolja, mert nagyon sok ki van húzva, úgy látom. Mindjárt megnézzük. Tűkölni fogsz, mint az állat. Na, ez egy elnézést kérek attól, hogy ki ismeri ezt a kottát. Nem tudom, ezt elzom rá, úgyhogy csak lebutítottam akkordokra. Jó. Mert ez lehet, hogy hangos lesz. Ki kezd? Együtt, együtt. Na, nem mint ez? Ja, azt kérdezem, ki kezd? Te vagy a szólista. Na, jó. Játszottuk. De ez ilyen. Hát tudom, de visszalassultam, az előbb mondtad, hogy gyorsan játszom. Figyelj, hát azért játszottam. Igen, mi van oda írva? Tempójelzésnek? Moderátó. Az mit jelent? Jó, hát én, hát hogy ennyire gyorsabban. Ja, nehogy nekem arra fogd. Azt mondom, hogy a készülésnél, hogy én túl gyorsan játszom. Azért rontod el, mert lassú. De. Na. Hát játsszuk akkor úgy, hogy gyakoroltam. Ilyen nincsen, hogy azért rontod el, mert lassú, de játsszuk. Jó, na akkor játsszuk el. Jó. Na, komolyan? Igen, ugyanott basztam el, hogy itt nem C-t nyomtam, hanem D-t, és utána a D helyett C-t akartam már nyomni. Jó, én meg az egy de másodszor jó lett. Én meg az egy percet fejezetem. Másodszor direkt figyeltem, hogy ne basszam meg ugyanott, mikor ismétlés volt. Megyek és felakasztom magam, mert Bachmester már forog a sírjában. Meg az összhangtalárom is, de ez véletlen elindulás volt. Oké. Okay. Szerintem ennyiak én sokkal szebben lassabban. Mert de ugye te mindent mindig gyorsan játszol. Jó, most akkor eljátszottuk a te kedvedért gyorsan, most akkor az enyémmel lassan. Ismétlés nélkül, jó? Jó, legyen. Ám legyen. És a nézők dönthetnek, hogy melyik a szebb. Jó, most akkor megkülönöm szebb hangú fújjébként, mert csúlyan ilyen volt. Gyorsabban. Jó, akkor mennyire eljállassuk? Hát talán milyen az előbb volt. Jó. Ne tűköljél.
akarnak követni, nem baj, szerintem azért ez még mindig jobb annál, mintha egyáltalán nem játszanak meg zongora kísérettel. Így legalább még jobban zavarlak. Na! Igen. De vagy a zavar az erőben. Mert az a baj, hogy mindig csak ilyenkor jut eszembe ezeket megnézni. Remek. Na akkor most állj úgy, hogy nekem szembe, és akkor úgy látni is fogod a koptát. Így nem ott látom a koptát, mert hátam mögött. Biztos vagy benne, hogy látni fogom. Hát, mivel jobban megy a fény, gondolom, igen. Na mehet. Várj, egy kimentem a képből. Ja. És a nézők csak a nagy semmit látják. Úgy lefúcs, hogy fordítva mozgok most így, mint a telefonon láttam. Na. Jó. Tehát akkor ugye a Bántaiban a 13-as. Bántaiban a 13-as, így van. Jó. És ne zsies. Jó. Jó. Na jó. Jó. Kiillök a képben, itt a laudárban, nem tudom, hogy zavar. Na jó. Mi a tök? A Sztálin mindig. Tudom, csak a videót akarom játszani most. Állj már meg! Ezt a hülye videót akarom játszani a paraszkantára. Katasztrófa. Jó, most akkor higgadj le kérlek, mert egyébként teljesen jó vagy. Tehát ez tök jó lehetett játszani. Hát ez tök jó lehetett. Na, látod, most te is beismert, hogy jól lehetett tudtam játszani. És most elkövetted az összes lényeket. Jó. De nem, az ott áll. Tudom. Hallottad, milyen jól eljátszottam gyakorlásként az óra előtt? Én meg nem szeretném. Utána javítunk, jársz egyszer. De mit javítsak, ezt már tök jól eljátszottam. 10 perc ezelőtt, mikor gyakoroltam, is hallottad, hogy jól eljátszottam. Hát baszki! Jakom, ezt szóljál, ha szalonképes. Hát baszki, eddig szalonképes volt. Megint forog a kamera, most megint nem szalonképes. Hol a hangja? Tudom. Katasztrófa. Most ha ezt te tényleg arra szánod, hogy az emberek erről tanuljanak meg fuvalázni, akkor egy ilyen eljátszásra nem mondhatod azt, hogy katasztrófa. Hát ahhoz képest, hogy 10 perc ezelőtt eljátszottam. De azt senki nem látta, csak én. Csak veled darálom. Ezt nem teheted ki így az internetre, hogy azt mondod rám, hogy katasztrófa. Hát saját magamhoz viszonyítva. Akkor is. Most ki kíváncsi erre a dráma? Na jó, megpróbálom még egyszer. Minek? Ez már jó volt. Akár egy robot is eljátszhatta volna, úgy fújtam el. Elmondom, hogy soha életemben nem játszottam, hogy koncerten, hogy egy hangot sem mondottam. Miért? Mert bigyót fogok. A, B-t fogok, bazd meg, azért szal.
persze, hogy azért... Jó, nem lesz jobb. Hagyjuk. Teljesen jó volt. Na, mindegy, ilyen. Én ezzel meg vagyok elégedve, és ez most már egész... Tudom, hogy messzire ért ember azt mondani, hogy akar, de higgyétek el, eljátszottam mind a két darabot az óra előtt, és nem így ment. Na, oké. Okay. De nézzük, hát nem az érdekli, hogy te óra előtt hogy játszottad el. Jó, hát tudom. Hanem az, hogy órán hogy játszod el. Na, az oda egy kicsit légy szíves, aztán ott áll. Melyiket? Ezt? Ha, ezt. Ezt? De ne érkedj már a szúr. Nem. Na, itt most van egy hosszabb, amiben még nincs más módosítójel. Jó, kettő is. Jó, akkor a 14-es és a 15-ös lesz a házi feladat következőnek, úgyhogy azokat most nézzük meg. 14-es, 15-ös. Jó. 14-es az elég hosszú, de nem 14-es, 15-ös. Kedves nézők, erről a kettőről van szó. 14, 15. Ez már négy soros, az a 14-es? Húha! Menüett. Ha! Ezt kéne játszani? Igen, lassan. Hát jó, hát ezt mindenképp csak lassan éltem be, először látom. Na, még egyszer. Neked nem az, hogy ez a lassú, ez kb. A végleges tempója. Ja. Mélyebbét fogok egyébként is. Nem tudom. És még nem is játszottam bele. De. Ja, nem tűnt fel. Ez nem akartam kötésbe lejátszani. Akkor meg ne játszál semmit. Jó. Maradt el, igen. Nem. Igen. Tá, ja, igen. Ott az van. Az D a vége. Bocsánat. Tét, H. Igen. Az a vonal és alatta a pötty, az mit csinál? Csak az külön van, de röviden játszom a... Állj meg! Mi az a ritmusképlet? A háromnegyedbe vagyunk, és itt van egy izé, egy tá, három darab tá van végül is. Hol? Hát itt. Mivel is van karikázva. De ez nem három darab tá. Mi? Ja, van egy ilyen tíj is benne, mert ilyen hullámos. És az első tához mi van írva? Egy pont van írva. És múltkor megbeszéltünk, akkor azt hosszabban játszom. Mennyivel? Hát emlékszel, mondtam, hogy pontos lesz. Kétharmad. Mi? Nem. Az más, másra kell. Az más, akkor nem tudom, akkor
De hát egy mit egész, mondtuk, egész hogy a pont mennyit ér a pont? Mindig annyit, amennyit az előtte álló hangnak a... Háromnegyedre. Fele. Fele. Tehát akkor másfélt átjátszom. Igen. Azzal pótolom, hogy ott nem távol, hanem ti utána. Pontosan. És akkor az meg egy átkötés? Azért van ott, hogy azzal van össze, hogy pont is van, meg ilyen vonal is, hogy ez így. Hát, hogy kötni kell. Erről beszélünk. Nem tudom, hogy látszik-e, nincs-e túlélve az égbe, de erről. Aha, tehát akkor azt egy tehát hossz... ezt úgy hívjuk, ezt a ritmus kifejezet, hogy pontozott te is egy 8-at utána, ezt így fogod látni sokszor egyben, uh-huh. Hogy egy nyújtott ritmus. Nyújtott mivel meg van nyújtva ugye az első. Tehát akkor valami ilyeset kéne játszani. Csak nem így, de... Felemérő. Majdnem tökéletes volt, nagyon jó. Teljesen jó. Igen. Tovább. És amikor vonal van a feje fölött. Mi az, hogy vonal van a feje fölött? Hát itt. Én most jelenleg szerintem nem foglalkozom, de egyébként az, hogy ugye nem ilyen rövid, hanem kitartod a teljes hosszában. Jó, hát csak megnyitom a nézőt, erről beszéltünk. Itt vonal van a feje fölött. Egy kis szolfézs órával egybekötve. Te magát valamorák ilyenek. Igen. Jó. Hol van? De ne kötögedd, mert rosszul költöd, inkább külön. Igen, tovább. De nem így van a kötés, szóval mondom, inkább ne játsszál a kötést. Mindegyik nem, mert már előbb is elrontottam. Igen, egy fél. Hát, ha jól látom, ott fiszünk van. Hát még?
Hát még március látnom kell? Hát igen. Az baj. Abba az ütemben. Melyik ütemben? Hát ahol a fiszt láttad. Hát de itt van még valami feloldó jel is. Mondd el annak az ütemnek a hangjait. G. Ó, meg kell, mert ennek? Igen, hát itt is meg. G. Várjál. G, F. Nem. Miért nem? Hát mert mi van odaírva? D, E, F. G, F. De ott van előtte egy kérdés. Hát fisz, jó, igen. Hát ja, hát. Jó, jó. G, fisz. G, fisz. Akkor megint egy G, fisz. Nem. Ja, nem, fisz, fisz. Nem. Nem, G, F, fisz. Na, jó. Ó! Tehát G, fisz. G, fisz, és utána egy F, G, fisz. Miért lenne F? Ja, igen. Bocsánat. G, gisz. Így van. Az melyik is a gisz? Az E? Nem. Már de jel. A G-hez hozzáfogod a kis ujjadat. Még. Igen. Jó, igen, igen. Tehát G, fisz, G, gisz. G, fisz, G, gisz. Aztán A. Igen, és az a következő jel az. Mit csinál? Az akkor most ott nem fiszt fogok játszani, hanem F-et, azt tolja fel. De minek tesznek oda feloldó jelet, ha egyébként az elején nincs kiírva semmi? Mert ugyanabban az ütemben van. Úgyis ott van a kettőnél a módosító, érted? Hogy ott akkor fisztolják a ré. Tehát ezzel hát csak igen. Ránézek, és nem látom, hogy ez kettős keresztes feloldó jel. Mi az, hogy nem látom? Hát meg kurvára hasonlít egymás az a kottára. Hát akkor... Tehát, na igen, a beget egy. Csak számomra egyszerűen csak nem logikus, hogy... De baba, hogy ne lenne logikus? Ez egy hülyeség. Hát megbeszéltük, hogy ha az ütembe egyszer ki van írva egy módosító jel, akkor az az ütem összes olyan hangjára érvényes. Tehát, ha abban az ütemben már kiírtak egy fiszt, de azt akarják, hogy a végén F szóljon, akkor muszáj ezt kiírni a feloldójára. Miért nem csak ahhoz a hanghoz teszik oda, amelyikhez akarják? Azért, mert hogy, azért, mert általában a harmóniák nem egy hangig tartanak. Hát értem, teljesen logikus. Mint a Niki siretette több után. Na, megint ilyen hülyeségeket kérdezel. Niki siretette több után, akkor kész. Ez a szabály. Na, erről a részről beszélünk. Jó, a hülye számítógépek miért nullával meg egyen beszélgetni? Hát az egyértelmű. Jó, ja, okay. Hát tényleg. Oké, okay, van még itt valami? Várjál, van ez az ilyen jel, az szünet, ugye? Az az egy szünet, igen. Vannak a kacsacsőrök, azt gondolom halkuljon, mert errefele kacsacsőr, ugye? Uh-huh. Az ott halkuljon, aztán mi van? Következő sorban is van valami. Hangukon van kacsacsőr? Vagy alattuk? Fölöttük. Hát akkor az nem halkulás jelent. Nem halkulás jelent? Nem, az a markátó jelzés, az azt jelenti, hogy ilyen súlyosan és határozottan. Jó, oké. Okay. És itt viszont következő sorban van a C előtt egy. Igen, látom. Akkor ott, így ott kell játszani ezt az elengedem a felső. Igen, neve? Cisz, gondolom. Ezt a fahangú C. Igen, Cisz, igen. Ó, hát ez igazán kibaszós dal. Oké, okay, itt megint van egy fisz. Így van. Hát, jó. Hát, jó. Nagyon rég nyomtam már Ciszt is. Hogy volt az a szín? Nézzük. Nagyon lassan. Hogy van ez? 15-ös? Hol? Az a kis idézőjel, az felül a pasztrof, az szünet lenne? Ja, az itt már itt tartasz. Nem. Most van szünet. Nincsen B. Igen.
menet. Akkor most mit is szokat cisznél? Igen. Igen. Ja, csak az titi. Igen. Azt a harmadik ütemet. Ez valami ilyesmi, igen. Jó, oké, meg lesz, jó. Jó, tehát ezt a gifi... Jó, hát ezt gyakorolni kell, persze. És lassan, azzal kezd. Jó, azzal kezd. Jól, olvastunk bár figyel. Csak máshoz se szoktad. Jó, akkor nézzük meg, akkor adok, lesz kettő darab, ebből is lesz egy hosszabb, meg egy... Majd akkor itt eszel a 14-15 a házi. Igen. Igen, megint fáj a fejem. Majd legyen csak egy. Na jó, az két etű végül is. Legyen akkor egy darab, ott fölül az a tánc. Reggel óta úgy fáj fel, hogy egy fúj a szél. Fönt a tánc. Uh-huh. Dance. Ezt kéne eljátszani? Igen. Jó, nézd. Ja, megmutatom ezt is a nézőknek. Ott nézd meg, van az alsó sor itt. Erről beszélünk. Nézd ide, itt az mit jelentett ott, hogy 8 adlib, és ott fölötte szaggatottál van. 8 adlib. Adlib volt ilyen hangkártya régen. Még a Songbuster idejében az olcsóbbik az adlib. 8 ad. Ad libitum azt jelenti. Ad libitum. Tetszés szerint. És a 8-as pedig azt jelenti, hogy egy oktávval feljebb. Is játszhatom. Igen, ilyen igen. Már volt egyszer. Így van. Még az ábbi. De hol játszom ennél feljebb egy oktávval? Azt a sort, amikor kezdődik. Mész, hogy hova? Ott van lenne írva. Ja, ez erre a sorra vonatkozik? Csak arra. Én ezt néztem, hogy most hol játszom. Fölé van írva. Tehát mindig fölé van írva, nem alá. Jó. Hát én... Igen, itt most jó. Fölé. Nem mindig. És akkor honnan tudod, melyikre vonatkozik? Hát mert egyértelmű, hogy arra vonatkozik, ahhoz van közel. Jó. Ja, jó. Jó, hát akkor nézzük. Meg egyébként itt egyértelmű, szerint lefele zárulni ja. A kapu. Nyilván nem azt, hogy nyitva van, baszki. Alad. Na, hol voltam, baszki? Hol voltam? Hol adé? Ott hol kezdődik az adlib. Igen, ti, 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 alad. Lenni annál az A-tól megint. Fine. Igen, az mit jelent? Oda van írva. Ezt el tudnám olvasni. Vissza az elejére a végéig.
A finne jelzésig, igen. De akkor nem az ismétlő jelző? Vissza kell menni az elejére, ha ilyet látsz, hogy DC-t, az a decapo. Igen. A finne azt jelenti, vissza kell menni az elejére. Legesleg elejére, és ahol látod, hogy hívva a finne jelzőt, ott lesz vége. Ott lesz vége az ismétlésnek. Igen. Jó. Nagy ezt is megmutatom a nézőknek. Tehát itt a felirat, és itt a finne. Úgyhogy akkor ezt idáig, ezt a másfél sort kell játszani. De lehet, hogy ezt nem fogom egyen följebb játszani. De, ott fogod játszani. Nem fogom. De ott fogod. Akkor még arra is konvertálnom kell fel. Hát, na, így van. Na, szépen ott játszod. Beírom az ellenőrződbe, hogy ott játszod. Ügyes vagy. Ennyi. Ennyi? Igen, ügyes vagy tényleg. Miért fehérre fele van? Csak meg akartam nézni, mennyi időt ment. 31 perc, vagy nem tudom ilyesmi. Nem tudom, csak azt mondhatja, mennyi van hátra. Na jó van, kedves nézőink! Ez itt mi? Ez visszafelé szó? Ja, azt nem láttam, igen, 33. Igen. Ja, a seggem télen nyáva. Na jó van, kedves nézők, sziasztok!